Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális szerelmi jóslás, ahol feltesszük a három fontos kérdést, mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, és mit fog tenni. A gondolatait itt felül és alul látjuk. Itt szerintem nem róla van szó, hanem rólad. Itt látható nálad ez az arany érem. Ez lehet az anyagi helyzeted, ez lehet a munkahelyed. De itt vannak gondok, hiszen ez a kép utal korlátozásokra, sőt, álmatlan éjszakákra is. És ő úgy gondolja, hogy nem vagy annak tudatában, hogy mennyire értékes vagy. Vagy úgy gondolja, hogy különösen a munkahelyeden nem kapod meg az elismerést. Az érzelmeit itt látjuk. Ő ül itt ezen a trónon. A kezében van a kávés csésze, és ez jelenti a víz elemét. És a víz eleménél mindig érzelmekről van szó. Tehát ő uralkodik az érzelmek felett. Figyeli a dolgokat, a saját érzelmeit, de a tiédet is. Sőt, itt látható a nap, ami megvilágít valamit. Tisztán látja a helyzetet, hiszen érzi, hogy milyen helyzetben vagy. Az ő szemében te vagy itt a királynő, és uralkodsz az arany érem felett. Ő úgy gondolja, te tudod rendezni az anyagi helyzetedet, vagy megvan a tehetséged ahhoz, hogy elismeréseket kapj a munkahelyeden. Ő érzi ezt, de úgy gondolja, hogy te ezzel nem vagy tisztában. Mit fog tenni? Itt lesz közeledés, hiszen megvan a varázslatos kisugárzás, a varázslatos vonzalom kettőtök között. Amit ő közöl, hogy te vagy itt a királynő, és uralkodsz a víz eleme felett, jelenti az intuíciódat, a kreatív tevékenységet, de az érzelmeidet is, azon kívül uralkodsz a tűz eleme felett is, megvan a bátorságod, legyen meg a lelkesedés, ami kettőtöket illet, megvannak a szenvedélyek is. És most megnézzük, hogy mit mutatnak még a kártyák. Mit korlátoz téged? Itt a kutya szimbolizálja a barátságokat, vagy a hűséget, de ami a munkát, a korlátozásokat illeti, úgy gondolja, hogy mások barátságtalanok veled szemben, vagy ami a baráti kört illeti, hogy itt csalódások vannak nálad, hiszen úgy érzed, hogy kihasználnak téged. Itt ez az érem lehet egy új kezdet is. Ő mutatja az irányt. Ő tudja azt, hogy megvan a tehetséged ehhez, hogy legyen egy munkahelyi új kezdet, vagy a párkapcsolatban legyen egy új irány. És ő, mint király, itt a halak jelentik az anyagiakat, itt lesz bevétel, ő érzi ezt, de azt is jelentik a halak, hogy meg lesz az elismerés. Neki is vannak elvárásai, hiszen elvárja tőled azt, hogy úgy viszonyulj hozzá, mint egy királyhoz, de tőle is meg lesz az elismerés. Kisüt a nap, megvilágít valamit. Itt a szerelemről van szó. Azon kívül a nap jelenti a vonzalmat kettőtök között. Te megjelensz itt, mint egy királynő, és uralkodsz az értékek felett.
ő ennek tudatában van, hiszen érzi, hogy erről van szó, de nálad vannak még itt félreértések, de nem hiszed azt, hogy mennyire értékes vagy, mert nincs meg ez az önbizalom. És mit mutat a varázsló? Hogy legyen beszélgetés, könnyűség, beszéljetek egymással. Ő majd kimondja azt, hogy értékes vagy. Akkor is, ha mások nem mutatják ezt ki. És itt megjelensz, mint egy királynő, és uralkodsz a víz eleme felett, az jelenti a kreatív tevékenységet is, úgyhogy megvan a szépséged, megvan a szép környezet, megvan a tehetséged. Itt megjelensz újra, mint egy királynő. És ezzel a hozzáállással, ezzel a tartással szerencséd lesz. Mi az ő jelenlegi helyzete? Itt lesznek változások, döntések, ő lezár valamit, és lesz egy fordulat, lesz egy meglepetés. A te jelenlegi helyzeted, itt lesz egy fontos hír számodra, ez a levél lehet egy szerződés is, mint például egy munkahelyi szerződés. És ez volt az általános jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, köszönöm szépen. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dender Rám!